Csak egy szempontot még a mérésekről, hogy vannak közös jellemzők, ugye mindegyik kialakít egy olvasás felfogást, azt már említettem. Just a few more points about the measurements. There are some common points, so they all develop a common concept about reading. Egy szövegtipológiát. A text typology. És modellezi az olvasási helyzeteket. And basically they model the reading situations. És gondolkodási műveleteket, az olvasási gondolkodási műveleteket is modellezi. Also they model the cognitive reading activities. Összefoglalva mindezt, tehát mi a tétje ennek, hogy mérjük a gyerekeket, a nagyobbakat, a serdülőket, a felnőtteket, mi ennek a tétje? A globális arénában, amit néztünk, ugye a potenciális munkaerő gazdasági értéke, ez az egyik tét a globális arénában. So I think to summarize, we have to look at what is at stake. Why are we measuring this? And we can say that in a global context, it seems to me that the measurement is based on measuring the workforce as a potential economic factor. Az Európai Unió szintjén az együttfejlődésnek egy feltétele. At the level of the EU, it is a condition for joint common development. Ugye sok kritika éri az Európai Uniót, hogy élesen különböznek a kevésbé fejlett és a fejlett országok. Because obviously there has been a lot of criticism in the EU about highly developed countries and underdeveloped countries. Tehát az együttfejlődés, az integráció kritériuma a szövegértési teljesítmény. And therefore the performance in reading skills is a very important indicator of this common development of integration. Az egyes országok számára viszont and for the individual countries, egy válság kommunikáció, could be the communication in a crisis situation. PISA shock. Because some have had a shock from this PISA measurement. És itt pénzt tudnak szerezni a kormánytól többet. But of course it can also mean funding for the education, getting funding for the education. Az országok másik, ilyen volt például Németország. For example in Germany. Lengyelország. Poland. Magyarországról most hagyjuk. Okay, jó, hagyjuk. Let's not talk about vagy sikersztori, például Finnország. Or it can be a huge success story like Finland, Norway. Svédország. Sweden. Igen. Finnország egész oktatási brandet épített ki. For example, egész Finland márka lett a finn oktatás. Developed almost like a brand of the Finnish education system. Has almost become a brand. Oktatási turizmus ment. In fact, there has been education tourism. Tehát nagyon, nagyon sokféle az egyes országoknak. So the reactions have been quite different in the individual countries. Az egyes intézmény számára már nem sokat mond, mert nem tudjuk lebontani egyes intézményekre. Tehát az országok szintjén meg kell állnunk. But as for the level of the institutions, the institution level, it doesn't really give us much information because we can't break it down to other components. So really we have to stop at the level of individual countries. És miért ilyen nagy hatásúak ezek a vizsgálatok? Hát so először is azért, mert globális, mert világméretű. It's partly because it's global. Mindenki szeretné tudni, hogy hol van. Because everyone wants to know where they are compared with others. Tisztán racionalista, racionális kommunikáció. Also it's based on a clearly rational communication. Adatok nyelve. Basically tényeken alapuló. Completely factual, based on facts. Egyszerű üzenetek. Very simple messages.
politikus számok, tehát politikai üzenetek. Also political numbers, because they have some political message. Mainstream rangsor. Also providing mainstream ranking. Minden kijelentés mögött bizonyíték van. Also every statement has some sort of evidence behind it. És standard trendek, tehát világos, hogy hova kell eljutni. And also it provides standards and trends and targets. És most jön egy nagy kérdés, hogy kikre az erőforrások ugye csekélyek általában az oktatásban, a felnőtt oktatásban, nem nagyok, legalábbis. But of course the question arises, as resources are always scarce, especially in education and especially in adult education. Már vita kezdődött arról nálunk is, hogy hova menjenek az erőforrások? A lemaradókra, ugye láttuk ott alul. And the debate has started where we should direct, where should a kiválóakra. Our resources, should we concentrate our research on the underachievers, on those who lag behind, or the good ones, the excellent ones? Mert ugye nem arról van szó, hogy a kiválóak nem érdekesek, akik ott fönt vannak. Because it's important to point out that those at the top are also very important. És azokból nem lesz több, ha csak alulról nyomjuk föl a mezőnyt. And we can't increase those at the top if we only push from the bottom. Ez világos? Is that clear? Jó. Akkor nézzünk csak, ez egy matematika ábra. There's a mathematical chart here. Itt most a kiválókat látjuk. Here you can see the excellent ones. Országonként az egyes területeken, és látjuk ez a felső, ez a sötétebb zöld. The green ones. Óriásiak a különbségek. There are huge differences. Pedig ugye a matematikai kiválóság az nagyon gyorsan lehet gazdasági erő. Although the mathematical excellence can become a very important economic factor in a short time. Tehát ezen is kell gondolkodni. So we have to think about this too. Tehát ugye ez a klasszikus kérdés, hogy hatékonyság, méltányosság. Efficiency and fairness. Ugye ez klasszikus. A classic dilemma. De még egy érdekességet szeretnék mutatni. But I would like to show you another important fact. Röviden, a pénz nem minden. Basically, money is not everything. Nézzük ezt az ábrát. If you look at this chart. Ez az oktatási ráfordítás, ez a vonal. This is the resources in education, the spending in education. Hát PISA 2009. In the PISA 2009 study. A vonal nem meredek. And you can see that it's not a steep line. Tehát olyan nagyon nagy különbség nincs. So it means that there are not major differences. Van, de nem olyan nagy, tehát ugye lehet egy vonal ilyen meredek is. So there are differences, but the differences are not like this. A teljesítmények ugye azok ott vannak ezen az oldalon. You can see the performance on the left. Tehát 400 az a pont, standard pontok. 400 was the standard score. Jó. És azt látjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek keveset költenek, és viszonylag alacsony is a teljesítmény. So you can see countries where spending is quite low and performance is relatively low. Mexico, Chile, de nem akarok országokat mondani nagyon. For example, Mexico, jó. Chile, but jó. I don't want to mention countries really. Látunk olyan országokat, ahol magasabb az oktatás finanszírozása és a teljesítmény átlagos, ugye az átlag körül van. Also you can see countries where there is high spending in education and the performance is average. Látunk olyat, ahol magas a ráfordítás, de a teljesítmény alacsonyabb. Or for example, there are examples when spending is high, but performance is actually quite low. Ki tudja, miért ez Ausztria. Don't know why it's Austria. De látunk olyanokat is, ahol nem
nem magas a finanszírozás, de magasabb a teljesítmény. And also you have countries where financing is not high, but performance is quite high. Tehát vannak olyan, itt van például Magyarország, Észtország, Lengyelország, Svédország, Hollandia, Belgium, Japán. Tehát vannak más tartaléka is az oktatási rendszernek, amik föl tudják vinni. So that seems to indicate that there are other reserves in the education system that can push up this indicator. Az okokat nem tudjuk, ezek a tények, de érdemes gondolkodni. These are the facts, and we don't know the reasons, but it's definitely worth thinking about them. A következő kérdés, ugye, hogy ezek oktatási mutatók, amiket itt látunk, vagy társadalmi mutatók? The next important question is, are these educational indicators or social indicators? Tehát mit csináljunk? Oktatás, természetesen oktatni kell, ez most nem így vetődik föl. So what shall we focus tehát on? Tehát hol avatkozzunk be? Education, because obviously we have to provide education, but where should be the intervention? A mai pedagógiai szakirodalom azt mondja, hogy az osztályterem szintjén ott a legfontosabb beavatkozni. Because if you look at educational literature, it would argue that the most important intervention is at the level of the classroom. Mások azt mondják, hogy társadalompolitikai szinten. But others claim that intervention should take place at a social political level. Mert tudjuk, hogy a teljesítményt és leginkább a szövegértést befolyásolják a diák szociokulturális mutatói. And we know that performance and especially reading comprehension performance is very much influenced by the students' socio-cultural indicators as a background. Jó, hát akkor nézzük, van a résztvevő országok ilyen szempontból is különböznek, hogy milyen erősen határozza meg a tanuló szociokulturális háttere, elsősorban a szüleinek az iskolázottsága, az ő teljesítményét. If you look at the data, we find also differences about the socio-cultural background, for example, in terms of the educational background of parents and its effect on the indicators. Tehát vannak olyan országok, ahol magas a teljesítmény, de magas a szociokulturális háttér hatása is. So you can see countries where performance is high, but also the effect of socio-cultural indicators are also high. Ott van az a bal felső sarok. In the left, top left corner. Van a jobb felső sarok, and the top right? jók az eredmények, és az iskola képes kompenzálni a szociokulturális különbségeket. Their performance is high, and schools are able to compensate for differences in socio-cultural backgrounds. Európából megint csak ott vannak ugye a skandináv országok. For example, you can see the Scandinavian countries there from Europe. De hát ott van Ázsia is, Kína, Shanghai, Hong Kong, China, Japán, Japan, vagy ott van Kanada is. Canada. Van ahol gyengébb a teljesítmény, de a szociokulturális hatás is az OECD hatás alatti, tehát az iskola tudja kompenzálni, de nem tud egy magasabb teljesítményt elérni. Also there are cases when performance is lower, and also in these cases the schools are not able to compensate for the intercultural social cultural differences. És végül a baloldali utolsó részben pedig ott vannak azok az országok, ahol alacsony a teljesítmény, de magas a szociokulturális hatás. And in the left you can see the countries where alacsony teljesítmény. Alacsony teljesítmény. Where performance is low, but the social culture effect is high. Jó.
Majd vissza fogunk térni azokra, amikreket átugrottam, de akkor most nézzük, hogy mit ajánl az Európai Unió ebben a jelentésben, amit már említettem az előadás elején. Now, let's look at what the EU recommends in this report that I mentioned at the beginning of my lecture. Ez az elnevezése ennek a programnak. This is the name of this program. Minden elemében nyilvános. And it's a completely public program. És hadd idézzem itt most ezt a bizonyos Androula Vassiliou urat, aki vezette ezt a bizottságot, és aki közzétette ezt a jelentést, azt mondja, hogy ha elérnénk azt a fejlődést Európában, amiről már beszéltem, akkor a 2010-ben született gyermekek élete során 21 billió, nem is tudom az mennyi, eurónyi értékű GDP növekedést jelentene. I would like to quote Androula Vassiliou, who was heading the presidency and who published this report, and basically he points out that if we managed to achieve those targets that we have set, then each child who was born in 2010 would achieve a GDP increase of 21 billion. It's not billion, it's... Nagyon sok. Nagyon, yeah, nagyon billion, sok. Billion, yeah, billion. 21 billion euro worth of economic growth. So it's a huge, would be a huge increase. Hát akkor mit ajánl ez a bizottság, hogy mit tegyünk akkor? So what does the Commission recommend in order to achieve this target? És mit ígér? And what do they promise? Azt szeretné, ha a polgárok aktívabb szerepvállalást, aktívabb állampolgári szerepvállalást vállalnának. Basically, it wants its citizens to be more active participants in this process. Mert ha többet törődnek magukkal, akkor többet olvasnak, jobb továbbtanulást, munkavállalást érnek el. Because if they pay attention to themselves, they will read more and their chances in employment will be better. Javul az egészségi állapot, enyhül a szegénység, stb. Tehát also, rengeteg... It will have effects on improving the health condition of the population. És növeli, ja, bocsánat, a társadalmi tőkét. And also it increases social capital. Mit ajánl ez a kis füzet, amit egyébként nagyon azt gondolom, hogy érdemes önöknek is elolvasni. I really do recommend that you read this report. It's definitely worth reading. So what do they recommend? Például elemez számtalan tévhitet az olvasásról. In fact, it analyzes various mistaken beliefs about reading. Ajánlásokat fogalmaz meg. Also, it provides recommendations. Például, for example, több felnőtt oktatást. That there should be more adult education. És ez nem csak az iskola rendszernek, hanem a munkaadóknak is. And we are not only talking about the school system, but also employment for the employers. A nemi, a migrációs, a digitális szakadékok, különbségek kezelését. Also handling the gaps in terms of gender, migration, or digital gaps. Minden korosztály számára biztosítsunk fejlesztési lehetőséget. Also we should provide development opportunities for each age group. Például Nagy-Britanniában kifejezetten ugye a kisgyerekkori nevelés, tehát iskoláskor előtti nevelés rendkívül fontos program. For example, in Great Britain, the preschool education is a very important program.
itt van egy anyag, amit majd megkérem majd a kedves kolléganőt, itt van angolul, és el is fogom önöknek küldeni, hogy melyik ország mit tesz már most eme felhívás érdekében. I've got this material, this chart, which shows you what individual countries do in order to achieve these targets. Tehát Horvátország, Németország, Törökország, Dánia, minden ország már cselekedett valamit erre a felhívásra. So each country has already acted in order to carry out this program. És a megszólítottjai ennek a felhívásnak nem a kormányok elsősorban, hanem a civil szervezetek és az egyes intézmények és a magánemberek. And it's important that this document is not addressed mainly to the governments, but to also to civil society, to institutions and to individuals. Természetesen ad feladatot, különösen ahogy javasol, bocsánat, nem ad javasol feladatot, különösen a felnőtt oktatás számára. Például azt mondja, hogy dolgozzon ki minden ország olyan követő rendszereket, amiben a felnőtt oktatás eredményeit és a felnőttek olvasási szokásait követni tudja. Of course it does recommend certain actions and in the area of adult education, it recommends that each country works and develops a monitoring system where they can follow how reading habits are changing. Minél több fórumon hangsúlyozzuk, hogy a felnőttekkel is törődni kell. And also it highlights the need to emphasize that we have to focus on adults as well. Támogatni kell a felnőtteket oktató tanárokat, akik nagyon sokszor kevesebb megbecsülésben részesülnek. Also it says that we have to support those people who are involved, teachers who are involved in adult education, because often they get less support. És teremtsünk minél változatosabb tanulási lehetőségeket. And also it emphasizes the need to create varied learning opportunities. És tudom, hogy mindenki fáradt, és mindjárt egy aktuális képpel szeretném befejezni, azzal a képpel, amit most ez a bizonyos OECD PIAC program mutat a mai Európáról, illetve a világról, bár csak 23 ország vett részt most ebben a vizsgálatban. And I'm sure you are all getting tired, but I would like to give you a very current picture, which is based on the OECD PIAC research, and this was a study which involved 23 European countries. Tehát a PIAC program for the International Assessment of. So you can see the abbreviation, so PIAC stands for program for the International Assessment of Adult Competences. Meghatározza természetesen a szövegértést, leírja, hogy mit is jelent a szövegértés ebben a felfogásban, de ezt majd önök el tudják olvasni, ezt most nem is részletezzük. It provides a definition of literacy, but later on you can read this, so I'm not going to talk about it in detail. Meghatározza a matematikai kompetenciákat, hogy mit is értünk matematikai tudáson. Also it defines mathematical competencies and skills. És leírja, hogy mit jelent a probléma megoldási képesség technológia gazdag környezetben. And also it describes what problem solving skills are in a technologically enriched context. Tehát ezt a három területet vizsgálta most a PIAC a 16 és 65 év kor közötti felnőttek körében. So these were These were the three areas that the PIAC study examined among adults aged 16 to 65.
Vissza fogunk térni erre, ahol én összesítettem, hogy mik voltak a vizsgálat fő kérdései és céljai. I'm going to come back to what the questions were in the study. De előtte nézzünk néhány adatot. But let's first look at some data. Tehát itt látják önök az angol címet, tehát az olvasás. Annyit, so you can see the English title, yeah, proficient in adults in literacy. Ha megértjük ennek az ábrának a logikáját, akkor minden OECD vizsgálat kommunikációját megértjük, mert mindig szintenként jelzik vissza az eredményeket. Tehát az egyes szintek be hány százalék tartozik az egyes országokban, ezt olvashatjuk le erről a legáltalánosabb ábráról. So if you look at this chart, you can see the OECD logic. If you understand this logic, you will understand all these OECD studies, because basically it identifies the different levels and will show what percentage of the countries belong to these individual levels. Ezt az oldalt is majd el fogom küldeni. Egy ilyen oldal foglalja össze a szakmai anyagokban, hogy mit jelent az, ha valaki mondjuk a legjobbak között van az ötös szinten, mit tud az szövegértésből, matematikából, probléma megoldásból, és mit jelent az, ha valaki ezen az egyes szinten van, vagy az egyes szint alatt. I'm going to send you this document. This describes in detail how you can interpret the individual levels. So what does it mean that, for example, in reading comprehension, in mathematical skills and problem solving, a country belongs to the top category or the first category? Tehát Európa 17 országa vett részt, EU 17. So there were 17 EU countries involved. Mellette látjuk az OECD átlagot. Also next you can see the OECD average. És hogyha összehasonlítjuk a kettőt, ugye akkor azt látjuk, hogy kicsit többen vannak a gyengén olvasók, nem jól látom oldalról. Tehát ez minden esetre körbeadom ezt a, sajnos a címe nincs meg, de ez ugyanez az ábra. So to compare the EU and the OECD figures. Jó, tehát akkor mit látunk ezen az ábrán? So what can you see? Azt látjuk, hogy nagyon eltérő arányban vannak kiválóak az egyes országokban. You can see that the percentage of countries in the excellent category is very varied. Látjuk, hogy viszonylag nem túl sokan vannak a nagyon gyengébe, ugye a legalsó az egyes szint. You can see that there are not many countries who are in the below level category, viszont, which is the weakest. Viszont viszonylag népes az egyes kategória, amiben egy nagyon alacsony teljesítményről tesz tanúbizonyságot. What you can see, quite a high percentage in the level 1 category, which is still a weak category. Az elvárható szint meghatározása mindig nagy kérdés. Mit tekintünk elvárhatónak? And of course, a big question is, what is the required level? What can we regard as the standard, the required level? Általában a hármas szintet. Usually level 3 is regarded as the required level. Tehát azt állítják a vizsgálatot végzők, hogy egy felnőtt munkavállaló ahhoz, hogy élni tudjon állampolgári jogaival, és meg tudja tartani a munkáját, ahhoz általában a hármas szintet kell elérni. So, level 3 has been chosen as the required category, because basically this is the level which is seen as important for an adult to be able to participate in the labor market
and also to be able to exercise his citizens' rights. A matematika hasonló képet mutat. This is mathematics. Ez a bizonyos matematikai problémák kezelése terület. Mathematical problems. Viszont nagyon nagy különbséget látunk, ugye, nézzük meg, egész máshogy néz ki, ugye a probléma megoldás technológia gazdag környezetben. So my mathematics was quite similar to the first chart. We see a completely different picture in the area of problem solving in a technology rich environment. Sokan vannak a nagyon jók. There are many who are at the top. Kérdés, hogy kik ezek? Csak a fiatalok? The question vagy is, az idősebbek is? Are these the young ones or the old people? Csak a jól képzettek, vagy nem függ össze? Also only the well educated or there is no connection like this? Csak azok, akiknek van munkájuk, vagy a munkanélküliek is? Also only those who are employed, or also does it include unemployed people? És kik ezek, akik az egyes szinten vannak csak? Vagy akiknek nincs IKT tapasztalatuk, nincs. Tessék megnézni. And who are those who are at below one level, or who have no ICT skills or experience whatsoever. Ugye szinte hihetetlen, hogy milyen sok ember. In fact, you can see that it's an incredibly high figure. És ugyanúgy fölmerül ez a kérdés, hogy kik ezek? And the question is, fiatalok, idősek? People, old people? És miért nincs? Tehát ezek is fő kérdései voltak a vizsgálatnak. So these were the main questions that the study raised. Itt most ez egy másik adatbázis. That's from a different database. Ez a saját 2010 Európában a számítógépet használók, ez most 27, mind a 27 ország, tehát számítógépet használók, ez az európai hát adatlejtő, vagy hogy mondjam, a számítógép használatban 2010-ben. So what you can see is computer use in 2010, and it includes all the 27 EU countries, and you can see the differences. Az a piros az Magyarország. Between the countries. The red one is Hungary. Jó, ezek az adatok az Eurostatból származnak, Eurostat. These data come from Eurostat. Nézzünk még néhány összefüggést. Let's look at some more connections. Mi befolyásolja a szövegértés eredményességét? So what can influence the effectiveness of reading comprehension? Tehát azt látjuk, hogy ugye ezek a legfőbb befolyásoló tényezők. These are the most important influencing factors. Ugye az olvasás élvezete. The enjoyment of reading. Tehát hogy személyes motiváció. There is a personal motivation. Legyen. A másik pedig a tanulási stratégiák ismerete. And the other one is the knowledge of learning strategies. És ezeknek a befolyása, tehát ezeknek a fejlesztése, a motiváció fejlesztése, illetve a stratégikus tanulás és szövegértés, ugye elég erőteljesen, hát látjuk a nyilvastagságát a szövegértési teljesítményre. So we can see that there's very strong influence of these factors on reading comprehension performance. So basically the strategies of learning and also the individual's motivations will have an important effect. Természetesen ezekre a tényezőkre is hatnak a szociális, gazdasági, társadalmi mutatók, de nem mutogathatunk mindig a szülői házra, ha eredményeket akarunk elérni akár a gyerekek, akár a felnőttek körében. Of course, we have to add that all these are influenced by social, cultural and economic factors, but we can't just always point at these factors when we talk about the influences.
Mielőtt tovább mennénk és néhány példát mutatnék arra, hogy melyik ország mit csinál, akkor előtte egy kis érdekesség. Nézzünk néhány országot ebből az anyagból, esetleg Dániát. Before we go on, I would like to give you some specific examples about what countries do in this context. For example, Denmark, the Danish government has developed a comprehensive strategy on reading skills for young children. The aim is that by 2020, all children finishing the second grade will have adequate reading skills, and that no student will leave compulsory education without being able to read. And an example from Greece. The Diavata prison in Thessaloniki launched a literacy initiative in 2000 for inmates who had never attended school and Greek language support for inmates with migrant backgrounds. The curriculum was created in cooperation with the prisoners, some of whom were able to pass state examinations within 2 years. And Norway, the Make Room for Reading initiative improves reading achievement and motivation among boys aged 13 to 16. Priorities included strengthening teacher competences in teaching reading, improving the use of school libraries, and increasing overall awareness of reading as a social issue. And another example from Portugal. The Book Time program is designed to stimulate the interest of children and adolescents in reading by setting up meetings with authors and illustrators, as well as organizing competitions and recreational activities based on books. The Portuguese National Reading Plan, 2006, introduced one compulsory hour of reading per day in early childhood education and care and primary education, and 1 hour of in-class reading per week in lower secondary. Kedves kollégák, még néhány példát mondanék a PIAC eredményeiből. I would like to give you some more examples from the PIAC results. Rengeteg adat van önök számára is tanulmányozható. Itt van például egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon melyik korosztály teljesítménye a jobb? Ugye mindig azt feltételezzük, hogy a fiataloké feltétlenül jobb, mint az idősebbeké. Nézzük akkor, vajon melyik korosztály? Két példát hadd mondjak. Nagy-Britannia, a fiatalok, tehát a 16-29 éves nemzedék és a 45-65 éves nemzedék teljesítménye majdhogy nem teljesen egyforma, majdnem mind a három területen. Of course, there are lots of data that we can examine. And I think a very important question is that which age group has the best performance? And I think the common assumption is that it is the young people who have better performance. But for example, if you look at Great Britain and you compare two age groups, the 16 to 29 and the 45 to 67, their performance is roughly the same. Dél-Koreában óriási a különbség a fiatalok javára, például a szövegértésben. In South Korea, for example, the difference is huge, mainly in reading comprehension, where the young people perform much better. Sok országban, például a holland középiskolások teljesítménye, tehát akik még az iskolapadban ülnek, mondjuk 10 évesek, 18-19 évesek, jobb, mint más országok egyetemi végzettjeinek a teljesítménye.
in some countries, for example, in Holland, if you look at the performance of secondary school students, so basically teenagers, their performance is better than the performance of some university graduates in other countries. Van olyan ország, és ezt nagyon sajnálattal néztem az adatokban, ahol az írást, olvasást, probléma megoldást nagyon nagy arányban nem kell használniuk az embereknek a munkavégzés során. And there are countries where in fact the skills of reading, writing or problem solving are not actually required in their working context. Ezt a jelenséget, hogy vajon mennyire kell használnom ezeket a készségeimet, ha dolgozom, összefüggésbe hozták a termelékenységgel, tehát a munka termelékenységével. They also examined the connection between the need to use literacy skills with the level of efficiency, work efficiency. Az összefüggés rendkívül szoros. And you can see that the correlation is very close, the relationship is very close. Ugyanígy az egészségi állapot és az állampolgári aktivitás nagyon szoros összefüggést mutat a szövegértésben nyújtott teljesítménnyel. Also, there's a very strong connection between the health condition or citizen participation and the performance in reading comprehension. Ez a néhány példa is mutatja, és ezzel le is fogom zárni, ennek a bizonyos PIA kutatásnak a fő kérdései, például miként alkalmazzák készségeiket az emberek a munkavégzés során. So that's why the PIA concentrated on these questions that I mentioned before. How people use their skills while they carry out their work. Ugye, ha a munkaerőpiac olyan munkát kínál, amiben nincs ezekre szükség, vagy azt gondoljuk, hogy nincs szükség, akkor ugye az iskola elég nehezen tudja motiválni a diákokat. Because if the labor market offers jobs where these skills will not be needed, then it's very difficult to motivate students. De ha azt látjuk, hogy az egyén egészsége, mentális egészsége, jól léte és állampolgár és személyes aktivitása összefügg, tehát nem csak mint munkavállalót nézzük, hanem mint egyént, is összefügg, akkor talán az ő személyes gyarapodása miatt tudjuk motiválni. But if we remember what we said before, that this performance is also connected to mental health, to the person's welfare, it's the person's activity, participation as a citizen, then I think it is important that we can use these as a motivation in addition to the labor market situation. Akárhogy is van, és ez olyan, mint egy természeti törvényszerűség, hogy egy tanulási folyamatban való részvétel mindig növeli, mindig pozitívan hat, és mindig növeli az ez irányú teljesítményt. But I think we can say that it is almost like a law of nature, that participation in a learning process will always improve general performance. És éppen azért, amivel az előadásomat kezdtem, hogy az olvasás, gondolkodás és saját magunk vagyok érintettek. That's why when I started my presentation, I said that reading is also thinking. Kedves kollégák, én most itt említettem a hibámat, hogy túl sokat tudok beszélni. So dear colleagues, I already mentioned my mistake, which is I always speak too much. Most a szervezők szavazására bocsátom a kérdést, még tudok néhány olyan fejlesztési stratégiáról is szólni néhány ország kapcsán,
hogy ki mit csinál, ki mit tesz, mit érdemes tanulmányozni, azon kívül, hogy azokat az adatokat, amiket említettem, döntsenek az elvészünk szünet után. Jó. Jó. I was asking the organizers whether we should talk about some development strategies and examples, and Joska said after the break. Jó.